Na, sziasztok mindenkinek! A mostani alkalommal egy úgymond különleges vlogot láthattok. Ugyanis a tegnapi nap volt egy évforduló. Egy olyan évforduló és egy olyan dátum, ami meghatározta az egész magyar YouTube-nak a történelmét. Ugyanis tegnap volt 10 éve annak már, hogy felkerült az első Rossz PC játékok sorozat videó. Igen, ez egy nagyon különleges dátum, és ezután elkezdődött egy olyan sorozat, ami meghatározó és kultikus lett. A készítője szintúgy. A magyar YouTube-nak az egyik legnagyobb legendája. Emberileg követendő, a sorozat pedig szórakoztató. És hogyha megnézzük, még ma is rá lehet mondani, hogy a legjobb magyar YouTube-os, illetve a legjobb magyar videós sorozat, ami elkészült. És hogy miért? Ebben a videóban ezt fogom nektek bemutatni, és ezt fogom nektek kifejteni. Kezdjünk is bele! Hogy miért annyira kiemelkedő a Rossz PC játékok sorozat és Freddy? Az első szempont azért, mert a Rossz PC játékok sorozatban érződik a munka és a kreativitás. Manapság azt lehet mondani, könnyű videót, illetve gameplayt készíteni. Ott az OBS, elindítjuk a játékot, elindítjuk az OBS-t, kiválasztjuk, hogy a facecam az éppen melyik sarokba legyen, lemegy a felvétel, kész, megy fel a YouTube-ra, ennyi. Ezzel szemben akkoriban teljesen más zajlott az élet, és a Rossz PC játékok sorozat is teljesen máshogy készült. Érződik róla, hogy rengeteg utómunka, rengeteg plusz hozzáadott tartalom volt, ami viccessé, humorossá tette. És ebből is látszik, hogy egy-egy résznek az elkészülése az nem egy-két nap volt. Rendesen lehet látni azt, hogy miért volt az, hogy egy-egy rész között például volt 2-3 hét is akár. Vagy volt olyan, hogy több is. De megérte rá várni. Rengeteg olyan szófordulat volt, ami megmaradt a nézők körébe és legendássá vált. Nézzünk is példákat. Olyan LSD parádét kapunk, hogy ez valami hihetetlen. Friedrich von IQ betyárit össze-vissza futkos, nem vérzik a busz. A humorforrás Freddy nem az alpárisággal hozta ki. Nem! Nem arról szólt a játék, hogy végiganyázta volna és elküldte volna bizonyos éghajlatra. Nem erről szólt. Néha egy-egy videójában volt egy-egy erősebb kifejezés, de ennek ellenére a humort inkább a kreativitással hozta össze. Azt, hogy hozzáadott olyan zenét, képet, montást vagy a szöveget, ami nagyon jó kihozta benne azt a humort, ami sok esetben például más nem vett volna észre. Valamint érdemes kiemelni Freddy D-nek a személyiségét is. Ő elérte azt egyrészt, hogy a munkája és a magánélete az két külön dolog legyen. Magánéletéről csupán annyit tudunk, amit ő elmond a videóban. Ráadásul azzal, hogy sárat vett fel, vagy maszkot, később ez a bohóz maszk úgymond egy ikonikus dolog lett, ezzel pedig igazából még inkább elérte azt, hogy az emberek ne ráfigyeljenek, ne lehessen ők felismerni utcán, illetve máshol. Nem a brandépítéssel foglalkozott. Nem arról szóltak a dolgok, hogy folyamatosan adta volna ki a termékeiket így, termékeiket úgy, és nem arról szólt, hogy küldjetek pénzt. Nem erről szólt. Pedig lehetett volna. A Rossz PC játékok blogján például írta, hogy többen is volt, hogy megkeresték. De ennek ellenére tudjuk, hogy pólót azt adott ki. Jó páran sikerült annó megvenni, azt hiszem, hogy 2000 vagy 2500 forint volt a póló, tehát többen úgymond vásároltak is ilyen pólót. De ezen kívül más nem volt. Nem arról szólt az egész dolog, hogy Freddy Diamond ebből éljen, és azt, hogy minél többet kisajtoljon a nézőkből. Inkább a szórakoztatás volt fókuszálva. Természetesen egy kis bevételt, ahogy ő is mondta az AdSense videóban, ő is gondolta, hogy lehetne, de nem azért, hogy megéljen bele, hanem azt tudjátok, hogy azért félretenni rossz időkre. Azért ez így teljesen más, nem? És lehet látni azt, hogy ő ezt tényleg komolyan is gondolta, ugyanis miután megvolt a suli, lement, befejeződött, utána elment dolgozni. Lett családja, most már lett gyereke, tehát egy komplett teljes családi életet él. És egy olyan életet, amire fel lehet nézni, ami igazán példakép. És azt lehet mondani,
hogy valaki ezt megnézi, az tudja, hogy igen, ez a követendő példa, ez. Megmutatta egyrészt a videóiba és a magánéletébe is, miért követendő. Bár ma már azt lehet mondani, hogy kevesen ismerik, érdemes azért szót említeni róla. Talán mások mondhatják azt, hogy jó, hát ez nem 720p, nem 1080p, amiket ő készít. Valamint most már nem arról van szó, hogy telerakja zöld hátterekkel a képet, meg nincsenek nála challenge videók, kihívások, reakciók, nem. Egy challenge-ben részt vett, azt tudjuk, ez a Hot 16, igen, én jó magyarosan kimondva, a többiben nem. Tehát ő nem azt akarta kihasználni, és ez is hihetetlen nála, nem azt akarta kihasználni, hogy az éppen felkapott dolgokat meglovagolja, és ezáltal még nagyobb nézettséget tegyen szert, nem. Hanem ő azt lehet mondani, hogy megmaradt eredetinek, és ő megmaradt az elveihez hűnek. Azért ez manapság sajnos egyre kevesebb videósra jellemző, és nem csak igazából azokra mondható ez el, akik sok esetben tisztelet a kivételnek, mert ki kell hangsúlyozni van, sokan nem csak azért abból akarnak kiindulni videózásba, hogy ugyanazt csinálják, mint mindenki. Nem, ő nem ezt akarta, hogy akkor ő is beálljon a sorba, csak a nézettség miatt, nem. Ő megmaradt ennek. És tényleg azt lehet mondani, hogy aki nem ismeri őt, érdemes megnézni. Egy, kettő, három videó után az ember rájön, hogy a rossz pici játékok sorozat annyira jó, annyira össze lett rakva, és annyira minőségi, hogy egyszerűen megfogja a nézőket. Hihetetlen ez a sorozat, és sokkal többet érdemel, hogy sokkal többet beszélnek róla, mint ami manapság már szó esik erről. Én lassan itt be is fejezném a videót, nagyon köszönöm szépen mindenkinek, aki megnézte, és tényleg azt tudom tanácsolni, nézzetek fel erre a sorozatra, mert tényleg nagyon jó. Emberileg is nagyon jó, és meglátjátok, hogy szórakoztatás szempontjából is. Tényleg még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek, aki megnézte, ha tetszett, akkor kommenteljetek, illetve iratkozzatok fel. Sziasztok!